Őszintén szóval most is azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy különböző közéleti szereplők milyen kérdéseket fogalmaznak meg a nyilvánosság felé. A nyilvánosság felé egy dolgot kell szerintem megfogalmazzunk, alapvetően azt, hogy mindenki a lehetőség szerint maradjon otthon, kerülje azt, hogy másokkal találkozzék, még a gyerekeknek is meg kell magyarázni. Tudom, nagyon nehéz az én kamasz fiamnak is elmondani azt, hogy most nem lehet a haverokkal együtt bringázni, és olyan programokat szervezni, ahol közösen vannak akár egy légtérben. Mindenkit erre próbálunk rávenni. Én itt is elmondtam, hogy nem jó szerintem az, tehát mi például a kutyafuttatónál is három főben maximalizáljuk azt, akik egyszerre jelen lehetnek. Én nagyon remélem, hogy mindenki megérti azt, hogy az ilyen jellegű összejöveteleket minimalizálni kell. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a demokratikus döntési folyamatokat ne kellene, és ne lenne kötelessége minden helyi vezetőnek tiszteletben tartani, mi is így járunk el, de a mi feladatunk most az alapvető, hogy megszervezzük a településeink ellátását, hogy a saját településeinken olyan döntéseket hozzunk felelősen szakértők bevonásával, amivel meg tudjuk védeni a lakosságot. Azt hiszem a legfontosabb amit értenie kell mindenkinek. A betegség lefutásának sokféle módja van. Szakértők világossá tették, hogyha hirtelen sokan fertőződnek meg, ha viszonylag kevés a szűrés, akkor nagyon hamar eléri a görbe a csúcspontját, és ez azt jelentheti, hogy az egészségügyi ellátó rendszert olyan szinten terheli meg, ami már nehezen kezelhető. Éppen ezért fontos az, hogy minél lassabb lefolyású legyen, minél inkább történjék az meg, hogy a betegségnek terjedésének gátat szabunk, mert azt elkerülni nyilvánvalóan nem fogja tudni Magyarország lakossága sem, hogy sokan megfertőződjenek, de ezek közül a fiatalok, hál' Istennek, nem fognak ebből sokat érezni, az időseket pedig nagyon kell védeni, éppen ezért a 75 év felettieknek jeleztük azt, hogy abban az esetben, hogyha nem tudják rokonaik, barátaik, hozzátartozóik az ellátásukat megszervezni, keressék nálunk például a szociális irodát, megszervezzük, és az ilyen jellegű problémákat is kezeljük, és nagyon sok más olyan problémát, ami azért egy extrém helyzetben azért fontos, mert sokan egyedülállóként esetleg kiszolgáltatottá tudnak válni. Nagyon sok minden van, amit most még erről a kritikus helyzetről el kellene mondani. Én arra kérem a budaörsieket, egyébként az összes településen élőt, hiszen ez egy olyan televízió, amit másútt is néznek, hogy figyeljenek nagyon a helyi rendeletekre, figyeljenek azokra a felhívásokra, szabályokra, amit ez a veszélyes helyzet jelent számunkra, és együtt egész biztos vagyok benne, hogyha kellő odafigyeléssel, toleranciával, egymásra való odafigyeléssel, és az önkormányzat, illetve a más felelős szervezetek együttműködésével el lehet érni, akkor a lakosságot meg fogjuk tudni védeni, és nagyon fontos, hogy ezt mindenki értse, hogy most ez a felelősségünk. Ha minden a várakozásnak, reményeknek megfelelően alakul, akkor mi az a legkorábbi időpont, mikor a lakosságot érintő megszorítások megszűnhetnek? Azt hiszem, hogy ez az a kérdés, amire még szakavatott orvosok sem tudnak pontos választ adni. Itt most azt hallhattuk, hogy Magyarországon sikerült izolálni ezt a vírust. Annyit jelent ez, hogy el lehetett különíteni valamilyen mintából a vírust. Egyébként ezt másutt is megtették. Az igazi kérdés az, hogy ellenanyagot, gyógyszert mikor lehet erre biztosítani. Ameddig ez nincs, addig csak a saját szervezetünk immunrendszerére támaszkodhatunk. Tehát ezt kell világosan látni, hogy ezért vannak a 65 év felettiek jobban kitéve, meg azok, akiknek valamilyen más egyéb krónikus betegségük volt, vagy más beavatkozás miatt az immunrendszerük legyengített, mert hogy a saját szervezetünknek a védekező mechanizmusa az, amivel védetté tudunk válni, és nagyon remélem, hogy az igaz, hogy ezek után védetté tudunk válni, mert ugye azt sem lehet tudni, hogy mutálódhat-e ez a vírus, arról is van vita, hogy vissza lehet-e fertőződni. Szóval én azt gondolom, hogy ezért kell nagyon felelősen hozzáállni mindenkinek, egyénnek és minden kisebb és nagyobb közösségnek, önkormányzatnak, és természetesen az állami és az egészségügyi szerveknek is ahhoz, hogy ezt a vírust le lehessen küzdeni. Nem lehet megjósolni
azt, hogy ez most hány hónapot, mert én szerintem ez hónapokban mérhető, és azt gondolom, hogy minél hosszabban húzódik el, annál kisebb lesz az a kár, amit egészségi, meg életben okozhat, és annál nagyobb lesz viszont a kár, amit gazdaságilag okozhat, és ezeket mind kezelni kell, és hát ebben természetesen már egy településen túlmutató kérdések vannak. Én azt látom, hogy Budaörsön viszonylag alacsony az érintettség, vannak, akik házi karanténban vannak, az ő ellátásukat nem igényelték, hogy megszervezzük, mert hozzátartozók meg tudják oldani. Van konkrét érintettség, aki egyébként kórházban van, ő érte nagyon szorítunk, de tömeges megbetegedésről nem tudunk, és én azt gondolom, hogy egyébként ez minden településen így van, tehát, hogy mondjam, azt is világosan kell mindenkinek látni, aki úgy érzi, mert tegnap is láttunk egy olyat, hogy valaki a buszon, a buszvezetővel arrogánsan viselkedett, mert ugye a buszon le van zárva az első rész, hogy ne lehessen a buszvezetőt megfertőzni. Ezeket nagyon komolyan kell venni, aki úgy gondolja, hogy egészséges, ez simán lehet, hogy magában hordozza ugyanígy a vírust. És ez a legalattomosabb egy ilyen járványban, hogy nem tudunk róla, hogy mi is fertőzhetünk. Minket is fertőzhetnek, és mi is fertőzhetünk, ezért kell minimálisra szorítani az emberi kapcsolatokat, kontaktusokat, tehát lehetőség szerint minél többen otthon végezzék a munkájukat. Nagyon nehéz ez persze, és nagyon sok munkavállaló fog nagyon nehéz helyzetbe kerülni. Ezek valóban olyan szituációk, amikre normál körülmények között föl sem lehet igazán készülni, de most mindenkinek mindent meg kell azért tenni, hogy ezeket a problémákat kezelni lehessen.